régen volt idő arra, hogy megnézzük a filmeket, meg nagyobb szerep volt a kód színészvetítés. Tehát akkor nem voltak ilyen rajzfilmsorozatok. Tehát erre most már nincs idő, hogy ezt megnézzük. Ez vele jár. Találkozik, hanem megnézi a figurát, két-három tekercs zsermiát, tehát láttuk, hogy a rendező vissza-vissza-vissza, és utána az ember megtudja, hogy milyen ez a kis emberke, és akkor tudja csinálni. Állítólag az nem árt, hogyha színész az ember egy ilyen, még a szinkronnál se, már ezt most szeretik tagadni. Tehát megjelent a szinkron színész fogalom, és ez... És olyan ezzel egyet ért? Én nem értek egyet. Én ezzel ellen mélységesen tiltakozom az első perctől kezdve. Van színész, és van a nem színész. És a színésznek vannak, a szakmának vannak szegmensei, amihez nem kell érteni minden, nem kell minden színésznek például verset mondani tudni. Ilyen jó magyarsággal. Nem fontos. De ha egyszer csinálja, akkor meg beletanul, és akkor tudja. A nem színészből meg soha nem lesz. Tehát ez attól, hogy kap egy papírt egy képző helyről, hogy ő szinkronszínész, meg asszisztens, meg mit tudom én, mit írhat a névjegyére, ettől még nem biztos, hogy jó lesz. És ez nem azt jelenti, hogy adott esetben ne lenne halálpontos. Tehát én ismerek olyan kollégát, hogy soha nem leszek olyan pontos, mint ő. Csak éppen lefolyik a képernyőről. Tehát, hogyha egy komolyabb szerepet kell csinálni, akkor nem tudja megcsinálni. És hogyan kezdettél szinkronizálni? Följöttem vidékről, és akkor bejelentkeztem akkor már két éve menő szinkron stúdiókba. Tehát én amikor így megindultak ezek a pincébe padláson, mindenhol vannak szinkronok, tehát a Pannoniában én jártam, csak aztán vidékre kerültem, ugye abból kimarad az ember a körforgásból. Amire visszajöttem, addigra már minden hely betelt. És akkor jöttek ezek a kis stúdiók, akkor ember bejelentkezett, és akkor elkezdték hívni, vagy nem hívni. Szóval volt olyan időszak, hogy a negyedik legtöbbet foglalkoztatott ember voltam a papíron, ami megjelent ilyen figyelőben, hogy a negyedik legtöbbet. Ez elmúlt, úgyhogy. Van olyan szerep, ami különösen emlékezetes az ön számára? Hát sok van. De annyit sem tudom, hogy nem. Azt tudom, hogy nagy szerencsém volt háromszor Woody Allent szinkronizálni, és nem lett belőle botrány. Tehát ez, tudja, hogy mindig volt olyan, hogy a nézők betelefonáltak, hogy kikérik maguknak, hogy nem Kern András a Woody Allen, és a Woody Allen Kern András. Tehát ezzel semmi gond nincsen. Valamitől fogva én csináltam először egyet, aztán rögtönt egy második, meg egy harmadik. És belőle is mondom, nem lettek beírások, és ezzel van egy nagyon jó élményem, mert van egy olyan hanghordozó, ami mind a ketten ugyanazt megcsináljuk. Tehát a Kern Andrásra is rá lehet kattanni, meg rám is rám lehet kattanni. Tehát ez azért jó, mert lehet. Tehát nem jobb vagy rosszabb, hanem mások vagyunk, de nagyon, nagyon jó volt megnézni őt, meg meghallgatni őt is, meg engem is. És aztán van egy kedvenc sorozatom, az meg a Mike és Molly-ból csinálom az olasz csődört, de azt meg imádom, mert annyi humor van abban az egész sorozatban, hogy... És az ember rengeteg borzalmasat csinált, ezek a mexikói sorozatokban, mindig voltam gonosz, meg a szörnyű kínai filmekben, az idős, ezek a borzalmas maszkokkal, az idős mester nem tudom miért, mindig rám gondoltak. De ezek a szörnyű latin-amerikai sorozatok, ezeket háttal kéne szinkronizálni gyakorlatilag, hogy ne lássa az ember. De ott is mázim volt, mert amikor volt, akkor gyakorlatilag azt tudom mondani, majdnem, hogy a legjobb figurákat sikerült kifogni. De a gonosz az mindig jó volt. Jó játszani, jó csinálni. És mondjuk egy Woody Allent kihívás megcsinálni? Ha azt mondom, hogy nem, akkor nagy képűség, de megmondom, hogy egy jó színész szinkronizálni könnyű. Egy rossz színész jóvá tenni itt, tehát a szinkronna, az nehéz. A Woody Allen egy remek színész. Ott egy nehézség van, hogy úgy kell dolgozni, ahogy ők csinálják a filmet. Tehát van egy kanavász, ahogy gondolom, tehát mindenki így elolvassa, hogy miről, és akkor egyszerre beszél 100 ember. Tehát mindenki mondja magáit. Nos, ha én ragaszkodnék a szöveghez, akkor nagy baj lenne. Tehát ugyanúgy meg kell nézni, és akkor rá kell mondani a saját improvizációs szövegemet, ami hát ez a nehézség a dolognak. De maga az ő bőrébe bújni, az nem nehéz, mert jó színész. És egy dél-amerikai sorozat mondjuk egyszerűen fogalmazva szellemileg nem húzza le önt? Nem, hát miért húzna le? Hát ilyen alapon az ember nem menjen színésznek, mert minden... Az egész színházi életünkben, hogy bárkit megkérdez, akkor azt mondja, hogy 5 szerep volt, amiben jó voltam, vagy 5 rendezés, ami azt mondom, hogy mindenbe egyeztünk. És ez egy életmunkájában már egy jó eredmény.
miért húzna le? Hát nem én veszem meg papírstaniszibe ezeket a sorozatokat, még dobos se kell kifizetni. Tehát gyakorlatilag, hogy most ott tartunk, mint a favellák népe, hogy ezekkel traktálják az embereket, ez teljesen természetes. Hát úgy néz ki, hogy van, hogy a gazdag ember is szánalmasan szerencsétlen, és milyen jó nekünk, szegényeknek, hogy mi legalább tiszták vagyunk, mert ők mocskosak. És mindig az, hogy a kis cselédlányról kiderül, hogy a mérhetetlen gazdag embernek a lány, és akkor fölemelkedik, és mindenki boldog a favellákban. Hát most már lassan itt is itt tartunk, hogy mindenki boldog a favellákban. Most már van ilyen magyar filmsor, minifilmsorozat, hogy megnéztem belőle két részt, és hát mindenki rendben van, tehát jók a színészek, csak éppenséggel az egyszemélyi vállalkozást vezető ember is olyan villával lakik, amiben soha senki, tehát nem igaz. És mind a két főszer, nem mondom a címét a sorozatnak, de medence meg ez, és akkor nézzük, mint ez a szegények, hogy hú, a milliárdosoknak is milyen szörnyű élete van nekünk, jobb, mert mi legalább nem válunk el. Hát ez szomorú, de nem érint engem különösképpen, mint játszó személy. Dél-amerikaiakat csak azért említettem, mert szokták mondani, hogy ott nem is valódi színészek vannak, hanem modellek, improvizálnak. Hát, miért? Itt valódi színészek vannak különböző sorozatokban? Már Magyarországon? Nem. Mondjuk Amerikában sem. Hát ott sem. Hát ez egy teljesen más tészta, ugye ez egy, mondjuk a sorozatokban, de ők egy része valóban színész, csak ott más nyilvánvaló színészképzés, meg naponta, ugye ezek napi sorozatok, naponta forgatják, 30-40 oldal, fülükben van a súgógép, ugyanúgy tudják körülbelül, hogy miről van szó, és saját szavaikkal elmondják a dolgot, tehát majdnem félig reality az a műfaj is, az amerikai, ez a dél-amerikai sorozat. Tehát ez csak így lehet. És borzalmasan nagyon kell játszani, hisz írástudatlan, olvasni, írni nem tudó embereknek csinálják alapvetően ezeket a sorozatokat. Tehát ezért furcsa itt ez még, hála Istennek Magyarországon, mert olyan nagy a különbség a magyar, az európai színjátszás és az ottani között, az egy más dolog, amikor modellek. Hát itt is 1000 sorozat folyik a magyar tévékből, amiben civilek vannak, a pupos játszik, a taxisofőrt, emberek veszik. Ez egy műfaj, ezt tudomásul kell venni, hogy létezik, a mi kenyerünket elveszi. És filmszínésznek lenni, meg tudjuk, hogy teljesen más műfaj. Tehát őket csinálják. Hát az, hogy 20-szor felvesznek abból egy vágó, vág egy másodpercet, és zseniális leszek. Csúlya Imrének volt egy gyönyörű mondása, és ezt nagyon szeretem, hogy mondta valaki, hogy hű, ez az amerikai színész, mekkora színész, és olyan imádom, és egy csodás, és hogy játszik. Imre így ült, és mondta, hogy kíváncsi vagyok, mit csinálna Békés Csabán a Baradlai Rihárddal. Hát ennyi az én véleményem ezekről a sztárokról. De akkor szívesen kipróbálnám magát mondjuk mozifilmben, filmsorozatban, tévéjátékban? Hát most volt szerencsém, és csináltam, bekerültem 3/4 évre egy realitybe, ezt végigcsináltam, legalább kipróbáltam, hogy milyen az is, filmezni, meg filmeztem egyszer-kétszer már életem során. Én filmezni szerettem tulajdonképpen, mert én a színházban a 15. előadásnál nagyon tudom unni, főleg, hogyha kopogó színészek vannak, akik egyébként jók, csak nem, én nagyon szeretek improvizálni, meg én még azt mondtam a mesterektől, hogy a napi dolgait az ember beviszi este a színházba, és úgy játszik. És ez egy idő után, hogyha ezt nem hagyják, akkor unalmasá. És egy filmen megcsinálom a dolgot, megcsinálom még egyszer, és utána nincs hozzá közöm, mert úgyis a vágó, a rendező, meg az operatőr csinál, és jó látni az eredményt, hogyha jó. És ebben is szerencsém volt, mert amikor voltam filmben, az jó mozi volt. Jó kollégákkal, jó csupa színésszel. A reality show az egy teljesen más dolog, ha az ember egy ilyenbe belevág, akkor tudja, hogy mire számíthat. De ott is, tehát egyszerűen mi még azt tanultuk, hogy a profit azt különbözteti meg az amatőrtől, hogy egy profinak van egy szint, ami alá nem megy. Az amatőr mehet ide-oda, mehet szint alá is, mert neki nincs meg ez, nem tudja tartani ezt a szintet. Ha én a szintemen játszom, az is jó, de én tudom, hogy az borzasztó, de ezt még a néző nem veszi észre. Tehát itt a realitiben is az volt, hogy hozzám mérten azt próbáltam csinálni, ami a legjobb. A többi meg néma csend, mert mondom, úgyhogy ez szerencse volt, hogy ezt is kipróbálhattam. És ez melyik reality volt?
Ez a Budapest éjjel-nappal volt. Hát ez egy színtiszta reality. Tehát ott tényleg az van, hogy nincs. Én magam nem tudom, hogy kerültem bele. Tehát hogy gondoltak arra, hogy beletesznek egy színész, de nem tűntem ki a többi. Nem, szóval meg lehet csinálni. Hát, és nagyon-nagyon édesek. Én nekem szerencsém volt, én négy emberrel játszhattam benne, tehát állandóan egy állandó helyszínen voltam, egy állandó szereplő 3-4 évig. És hát mindegyik, tehát kedvesek voltak, aranyosak voltak, édesek voltak a fiatalok, akik átvették az első kettőnek a szerepét, és mondták, hogy hát mi megpróbálunk hozzád felnőni, és ez jól esett az embernek persze, de rögtön más volt a helyzet, tehát tudja az ember vinni magával még azokat is, akik két mondattal helyre lehet őket billenteni, és akkor másképp csinálják. Tehát másképp vissza, az más lesz a szituáció, hogyha egy profi állott. Tehát nem lehet ugyanaz a szituáció, mintha nem az lenne. És akkor megpróbálja az ember azt, amit lehet. És igen, föl lehet javítani, meg le lehet rontani valamit. Tehát ez színházban is nap mint nap látjuk. De most volt egy élményem, nem mondom melyik színházban, azt sem mondom, bejött az illető színész, aki szerintem most az egyik korszakos színész az országnak, és a második felvonást a darab így elkezdett menni. El akartunk menni az első felvonás után, magam és a családom, azt mondtuk, hogy veszük a kabátot és elmegyünk. És akkor mondtam, hogy várjuk még ők nem. És bejött a kollega, és olyan minőségi változás indult be a színpadon, hogy a következő két felvonás az remek volt. És esküszöm, hogy tőle. Tehát rögtön másképp tudtak a többiek is, kénytelenek voltak játszani. És láttam olyat is, amikor bejött a remek színésznő, és a ifjú kollégák pedig akármilyen szép piros pöttyös labdát dobált nekik, egyszerűen nézd, mit akar ez itt, menjünk már haza. És nem az ország utolsó színházába volt mindez. Úgyhogy ilyen is van. Van mindenféle. Egy biztos, hogy én azt tudom magam, hogy én nagyon jó helyen tanulhattam ezt a szakmát, nagyon jó emberektől. És azt, mint minden idősebb generáció azt veszi észre, hogy nincs, tehát nem biztos, hogy jó, amit, tehát nem arra van szükség, amit tanultam, hanem most egész más képességekre van szükség. Ahhoz, hogy színpadra kerülj, ott már a színészi kvalitásokra lenne szükség, de igen sokszor elnézik azt, hogy nincsen, meg nincs rendező, aki igazán gatyába rázza, tehát lehet, pontosan nyomon lehet követni, hogy megcsinálnák, ha valaki ott lenne, az órát piszkálna, és ott találná ki éppen aznapi koncepcióját, hanem felkészültem menne ő is be a játszótérre, mint ahogy a többiek is felkészülve mennek, ha úgy mennek, mit tudom én. Volt még régen a Synchron Systems-ben, az Inuyashában egy a Miyagi. Ami a Bolhát csinálta. Igen, hát igen. Az például ugyanolyan volt, mint a Pinocchio baticsök. Ott a bájos tényleg gyereknek, ez meg rémek hadakoztak egymással folyamatosan. De a Miyagi a Bolha volt a lelkiismerete a főhősnek, és egy remek figura volt, nagyon jó volt csinálni. Szerettem. És a japán önnek nem nehezíti a munkáját, a japán hang? Nem. Abszolút nem. Nem. Nem lehet meg, tehát filmbe én mondjuk sokkal jobban élvezném japánul. Nem a rajzfilmbe, tehát egy mangába, vagy egy animébe, vagy csak animébe, mert ott kevésbé, ott lehet nagyolni, de egy filmbe nem lehet. Ott inkább egy japán filmet feliratozzanak, mert én sokkal jobban élvezem japánul, meg közelebb áll a lelkületéhez a beszéde, és ahogy mondja, sokkal többet értek egy hangsúlyból, mint a szövegből. De itt abszolút lehet, bármit csinálok, ugyanúgy magyarul, ugyanúgy el tudom húzni, és akkor nem lesz belőle baj. De emberfilmnél ez már... Akkor már lejön a képről. Akkor lecsúszik a képről. Más nyelveken ezzel nincsen gond, mert pörgetni kell egy olasz, meg egy spanyolt, vagy egy franciát, gyorsan kell beszélni, egy németni angolnál nincsen. Angolnál már, ha megnéz ember Shakespeare-eket,
azért ők iszonyú gyönyörűen tudják ezeket mondani. Tehát ahhoz már veretesen jó beszélő magyar színészeknek kell ott állni. Tehát akkor esik le a filmről, akkor folyik le a kollega, hogyha nem ugyanolyan jó színész, nem ugyanolyan gyönyörűen tud beszélni, mint az angol, aki olyankor, ha ezt csinálja, akkor mérhetetlen irodalmi angolsággal, és hát az is dallamnyelv, tehát... Nagyon szépen köszönöm. Én is köszönöm szépen.